Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Srácok, jön egy kis segítség, hogyan állítsuk be a Battlefield 5-öt mindazoknak, akiknek nincs meg az a bikagép, hogy elfuttassa ezt a játékot, és hát ja, menjünk végig egy-két beállításon, hogy mit és hogyan lehet csinálni azért, hogy jobban menjen ez a játék. Vegyétek figyelembe azt, hogy a Battlefield általánosan, tehát a Frostbite Engine azért viszonylag processzor intenzív játék, szóval hogyha régebbi processzorod van, akkor nem biztos, hogy ezek a beállítások működni fognak, de egy próbát megér mindenképpen. Szóval, remünk a videóbeállításokra, a basic dolgoknál konkrétan mindent off-ra raktok. Én a brightness-t egy kicsit fölvenném a jobb láthatóság miatt, a field of view-t is egy kicsit följebb venném. Azoknak, akiknek erősebb kártya van, akiknek nincs, azok hagyják a field of view-t békén mindenképpen. Szóval, ha átmegyünk az advanced-re, high dynamic range azt off-ra rakjátok azoknak, akiknek gyengébb videokártyájuk van. Gyengébb alatt azt mondom, hogyha már egy 1060-tól lentebbi videokártyád van, akkor off-ra rakod. Resolution scale, ahol nagyon sok elválik FPS terén, de 75%-nál lejjebb ne tegyétek. Tehát, hogyha egy 1050-től kisebb videokártyád van, akkor a resolution scale 1050-nél mondjuk 80%, 1050-től lejjebb 75%, de annál lejjebb ne vegyétek a resolution scale-t. De ez már a resolution scale rengeteg FPS fog nyomni abban a játékban, de ezt komolyan mondom. Future frame rendering off, V-sync off, mindenkinek új upscaling maradhat autó, GPU memory restriction, a gyengébb videokártyákon és most a 1050 alatt értem, az maradjon on, az erősebb videokártyákon maradhat off. Szóval, mert ha nem, akkor a játék képe hajlamos lesz elzabálni a memóriát. Új skill faktor maradhat. Na most itt dől el a másik, amit tudtok csinálni. Annak ellenére, hogy a 1080-on bírná 60 FPS-sel az ultrát, annak ellenére javaslok, és meg magamnak is javasoltam, hogy másfajta grafikai beállításokkal játsz, ahol az effektek és a pálya intenzitása nem olyan erős. Szóval, texture quality marad high, texture filtering marad medium, ugye lightning quality low, azok a fények, minden fényt levenni, effekteket levenni mindenképp, tehát effects quality low, post-process quality high, mesh quality maradhat high, sőt, akár ultra is, akinek bírja a gépet. A mesh quality az abban segít igazából, hogy kiemeli nektek az emberkéket. Tehát, hogy jobban lerendereli a mozgásokat, és a többi, szóval ebben fog segíteni nektek egy kicsit. A terrain quality az medium, azért lássak némi szépséget, de nem muszáj mindent látnom. Című történet, undergrowth quality medium, ha ezt levennétek lóra, nagyon hülyén néznek ki, a felszínek nagyon hülyén néznének ki, szóval megmarad, mivel hogy nekem, ugye egy 1080-an van, így a anti-aliasing post-processing az marad high, de javaslom azoknak, akiknek gyengébb gépük van, hogy low-ra vegyék le, és a Ambient Occlusion HBO az mehet off-ra halálnyugodtan. Higgyetek el, sokat nem veszitek, egy kis grafikai fidelitást vesztetek, hogyha Ambient Occlusion kikapcsoljátok, de a gyengébb videokártyákkal is itt úgy értem, hogy 1050-től lejjebb, ami lejjebb van, az kapcsolják ki, és azoknak, akik följebb van 1050-től, ez az a óra rakják, vagy nullára rakják teljesen. Szóval egy ilyen fajta beállítás javaslok mindazoknak, ugye, akiknek gyengébb gépük van, mindennel egyen lejjebb. Szóval, hogyha egy mondjuk 1050-ed és attól lejjebb van, ahol nekem high, ott neked medium, ahol nekem medium, ott neked low, és így tovább, és így tovább. Szóval, ja. Ezek lennének az első alapok. A következő, esetleg a gameplayről is beszélhetünk, hogy ezt is lássátok. Itt ami van konkrétan, ami igazán, hogy is mondjam, érdekelhet titeket, az ez itt, ahogy van, annyit tudok módosítani rajta,
ha azt állítsátok be, hol a killlock filtert. A killlock filter az, azt rakjátok, hogy sorra, mert alapból nem mutatja, és rakjátok be azt, hogy a közeli, csak a közeliket mutassa. Ne az egész pályára kiterjedő gyilkolásokat, hanem csak azt a közelit. Tehát taktikailag tudod, hogyha megölnek valakit, akkor az ott történt a közeledben, és figyelned kell. A másik pedig a killlock weapon, icon plus name, szóval én beraktam azt, hogy a nevet is mutassa a fegyvernek, és az ikont is. Miért mondom ezt? Megint csak taktikai megfontolásból. Ha tudom, hogy milyen fegyverrel lőttek le, tudom, hogy milyen ellenféllel számít, csak gépfegyveres, gyorsan lő, mi az a fajta fegyver, mennyire lő gyorsan, mennyire kell távol tartanom magam. Tehát ilyen apró taktikai információkat árul el, ha képernyőn látod, hogy milyen fegyverrel lőttek le. És az ikonokat pedig ugye azért hagyom, hogy ikon plusz name, és nem csak name, hogy ne egy hosszú szöveget kelljen olvasnom, egyrészt, hogy kilőtt le, és előbb-utóbb megtanulom, hogy ikonhoz társítva, hogy néz ki a fegyver. Most még olvasom, de később megtanulom a fegyver kinézetet, és már nem kell olvasnom, tehát gyorsabban reagálok, megint csak egy ilyen taktika elem, és később alá akár ki is kapcsolhatom, és csak ikonokra hagyhatom az egészet, mert már tudni fogom, hogy melyik fegyver hogy néz ki. De egyelőre ikon plusz ném teljes mértékben ott van. Na, a többi maradhat úgy, ahogy van, az Overlay Shadow Strength maradhat úgy, ahogy van, Hit Indicator, itt azokat a színeket állítod be, amit akar. Tehát fehér az, hogyha eltalálom azt a bizonyos enemit, és headshot piros, és ilyen lila lett, a, hogyha meghal. Nekem így tetszik, az a lényeg, hogy te lásd, és te, te érezd. A következő texture opacity, ez azért felelős, hogy mennyire látod a textúrákon keresztül azt a pontokat, a különböző ikonokat. Tehát, ha például ugye ez esetén, ha rázoomolsz mondjuk az A pontra, akkor eltűnik az A pont, és csak 50%-ra lesz látható. Ha leveszed a zoomot, akkor 100%-ig látható. Ezzel változhat az azon, hogyha tetszik vagy nem tetszik. Vehicle zoom radius, megint csak, hogy mekkorát tud zoomolni. Én úgy tapasztaltam, hogy ez elég durva, ez a 75%, de nem tudom, meg kipróbáljuk 80-on, megnézzük, hogy mit tudunk úgy mindenképpen. És ha jó, akkor jó. Minimum size 100%, ezt ha akarod, veheted nagyobbra, mondjuk egy 120 körülre, és akkor nagyobb területet fogsz belátni, de őszintén szóval minimum hasztalan ebben a játékban. Inkább arra fókuszálsz, hogy azt nézd, ami előtted van, mert egyre sokszor azt se jelzi ki, hogy melletted van az enemy, és lősz, szóval, hát, ja. Show stationary weapons all, tehát én ezt minden, hogy is mondjam, ágyút, vagy ilyesmit szeretnék látni a térképen, amihez oda tudom menni és lőni az enemiket, szóval ez én vagyok. Lehet, hogy valamit itt tévedtem. Hard visibility, icon visibility, texture opacity. Jaj, nem tévedtem. Akkor jó. Az objective icon opacity, az ez lenne az, amikor zoomolsz, eltűnik és a többi, de így 100%-ban láthatóak, amikor nem zoomolsz. Tehát, ha nem zoomolsz és körbenézel, akkor 100%-ig láthatóak azok a bizonyos ikonok, amikre rá akarsz nézni, mint például alt akarod foglalni, de nem zoomolva nézel rá, akkor 100%-os láthatósággal látod. Ez itt teljesen rendben van. Látszik, hogy az előző játékok miért adatokból vannak összerakva ezek a beállítások. Szóval, ezek, srácok, ezek lettek volna, ezek azok, amiket én használok, és így használom, ami azt eredményezi, hogy is mondja, minden láthatóbb legyen leginkább grafikai téren, és minden, hogy is mondja, lehető legegyszerűbb és legtöbb információ, és a legtöbb FPS nyerjem ki belőle. Ha erősebb gépem lenne, mint egy 1080, tehát egy RTX lenne a gépembe, akkor is ezeket a beállításokat használnám, szimplán azért, mert a játék annyira grafikailag intenzív, hogy eltereli a figyelmedet, és nehezen veszed észre, amit észre kell venni. Szóval, ja, ezért csinálom azt, amit csinálok. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni. Ha igen, dobj egy lájkot, iratkozz föl. A következő videókig. Sziasztok!